Jó napot kívánok! Kollégák, elérkeztünk az utolsó előadáshoz. Tudják, hogy mához egy héten már dolgozat. Itt ebbe a terembe, úgy, mint ahogy az első is volt, két csoportba fogják írni, két-két csoporttal, úgyhogy az első társaság kezdi az óra elején, és kb. Fél órával később folytatja a másik társaság. Tudják a szabályokat, a két ZH-val együtt kell megszerezni az elérhető pontoknak legalább a felét. Ha az megvan, akkor a tájnak ez a része, az elméleti része az megvan. Ehhez kell hozzátenni majd a gyakorlati részt, a matlabbal kapcsolatos részt, ott ugyanez a szabály, az elérhető pontok felét kell megszerezni ahhoz, hogy értékelhető legyen a jegy. Ebből adódóan remélem, hogy sokaknak jól fog menni ez a dolgozat, mivel az első ZH nagyon jól sikerült. Kívánom, hogy ez ezentúl is így legyen. Ahhoz, hogy működhessen, természetesen oda kell figyelniük, kell rá időt szánni. Remélem, hogy a rászánt idő nem nagyon fájdalmas. Itt is szeretném megköszönni a videós kollégáknak a munkáját, ugyanis azt gondolom, hogy ők is nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy az előző eredmények is ilyen jók lettek. Talán tudják, az előző 9 előadás videója fönt van a YouTube-on, aki akarja, belenéz. Ha uncsi, akkor előre teker, ha valamit nem ért, visszateker, tehát lehet ebből tanulni. Ugyanezt gondolom a mai előadással is. Persze tudom, hogy nehéz az élet az utolsó hetekben, de ha lehet, én ezt majd után föltöltöm óra után ezt a mai előadás videót a megfelelő helyre. Videós kollégák letöltik, megszerkesztik, én azonnal föltöltöm a YouTube-ra, és láthatóvá válik. Azért, hogy a jövő szerdán reggel esedéke ZH jobb működjön, én szintén úgy gondolom, hogy tartok vizsgálati konzultációt jövő kedden délután 4 órától. Ha önöknek ez kell, akkor eljönnek. Ott kérdeznek, amit akarnak, én válaszolok, ahogy tudok. És ezek után szerda reggel lesz az ZH. Ezt követően egy héttel később lesz a pótlási lehetőség azoknak, akik nem írták meg valamelyik ZH-t. Vagy az elsőt, vagy a másodikat. Ha megírták, akkor sem lehet sajnos javítani. Ha nem jött össze az összesen 50%-nyi pont, akkor el kell jönni a vizsgálatok első hetébe. Lesz kiírva a időpont, már most is van. Arra jelentkezni kell, be kell fizetni a különeljárási díjat, és az egész anyagból kell újra vizsgázni. Remélem, nagyon keveseknek lesz erre szüksége. Ha igen, azt tudom mondani, tiszta lappal indul mindenki. Nincsen emlékezet a rendszernek, nem nézem meg, hogy milyen volt a korábbi ZH. Amiért akkor teljesít valaki, olyan jegyet fog kapni. Azt szeretném még elmondani, hogy én mához két hétre a javító ZH utáni órában egy meglepetést tervezek önöknek. Remélem, rendkívüli meglepetés lesz. Nem mondom el, hogy micsoda, mert még nem biztos. Jövő héten az órára, amikor az ZH-t írják, addigra remélem biztossá válik, akkor ki fogom hirdetni, hogy mi ez a nagyon nagy meglepetés. De ezt azért mondom el már most, hogyha tehetik, akkor tervezzék úgy, hogy arra az utolsó órára, pontosan annak a második felére, arra eljönnek. Ugye 2-40 perces órából áll ez az óra. Én úgy tervezem, hogy a második 40 percben a javító ZH-k vagy a pótló ZH-k után úgy gondolnám, az egész csapat itt lesz. Hogy ez érdemes legyen idejönni, ezt jövő héten elmondom, hogy mi lesz ez a meglepetés. Szeretném kezdeni a mai anyagot. Ez a téma, sokan azt mondhatják, hogy mi közünk nekünk ehhez, fiatalok vagyunk, előre nézünk, dinamikusan fejlődik a világ, nem kell nekünk visszanézni. Részben igazuk is van, de ugyanakkor pedig azt gondolom, hogy ha valaki csak így gondolja, nem jól gondolja. Ugyanis a szakmánk soha nem a semmiből pattan elő, hanem mindig mindennek megvan az előfutára, az előzménye. És hogyha az ember azokat a gyakran egyszerűbb előzményeket megérti, akkor azoknak az alapján megérti a bonyolultabb dolgokat is. Tehát ezért én azt gondolom, hogy érdemes néha megérteni a régi dolgokat is, annak jön, hogy használhatatlanok, régiek elmúltak, már nincsenek is közöttünk nagyon sokszor, de mégis az elveik hatnak, és azok az elvek az mostan is használhatóak. Hát ezekről lesz ma szó, úgyhogy vetíteném, hogy mi lesz a mai témánk. Ezt a három témát szeretném nagyon röviden, amennyiben az időkeretbe belefér, megbeszélni. Kicsit beszélnénk a korai eszközökről, aztán kicsit a korszerű számítógépek kialakulására, hogy hol is tartunk most, honnan jöttünk idáig. És a végén, ha már így hozta a sorsunk, jó sorsunk, hogy itt születtünk, itt élünk, fontos tudni azt a nagyjából 10 nevet, aki a legmeghatározóbb volt ennek a szakmának a kialakításában. Természetesen ez túlzás mindig, mert nagyon sokan mások is dolgoztak benne, és nagyon sokat tettek.
de időszűke miatt, ha kiragadok néhányat, akkor talán a legfontosabbak közül ragadtam ki néhányat, és ezekről szeretnék néhány kimagasló érdekességet elmondani önöknek. Hát ez a kínálatom. Remélem érdemes lesz itt maradni. Először is kezdjük a régi dolgokkal. A mai számítástechnikánk digitális. Nem véletlenül, mert az ember az ujjaintól szeretett számolni. Mindig is, kezdetektől. Az ujja digit, tehát az első számlás is digitális volt. Mert hol számolt volna? Az ujjain. Az ember agya nem számológép, ezért nem alkalmas igazán számolásra. Ahhoz, hogy számolni tudjon, ami egy abstrakció, az sokszor kellettek segédeszközök. Mert emlékezni kellett, hogy egynél tartok kettőnél, vagy hétnél, vagy nyolcnál. Ez az emlékezetet nagyba segítette a kéznél lévő eszköz, a kéz, az ujjak. Ezért az első számítások is ujjakon történtek zömében. Ez indokolja azt, hogy a mai számításrendszerünk is tízes számrendszerű. Ha 12 ujjunk lenne, minden bizonnyal 12-es számrendszert használnánk, de így alakult a fejlődésünk, hogy 10 ujjunk van, akkor 10-es. Kivételes esetben használtak 20-ast is, amikor még a lábukon se volt cipő, és szembetűnő és jó dolog volt, hogy megnézték, hogy a lábukon is hány ujj van, és akkor ott volt az emlékeztető. Tehát az csak kuriózum. Alapvetően 10-es a számrendszerünk, és ez szinte mindenütt elmondható. Néhány kivétel erősíti ezt a szabályt. Most azt mondhatnánk, hogy az elektronikus számítógépek a dominánsak. Külön kivetítettem egy szót, hogy konvergencia. Ez azt jelenti, hogy az eddigi dolgok, amiket kifejlesztettek az elődeink, megjegyezném zárójelbe, ugye beszéltünk itt a szakma előfutárairól, ilyen, mint a számolás, számítás elmélet, kibernetika, hírközlés, számítástechnika, tehát amiből ez a szakmánk, az informatika kinőtt. Azt lehet most mondani, hogy az ott kifejlesztett dolgok szinte konvergálva megjelennek egy eszközbe. Azok az okosnak nevezett eszközök, amiket most a zsebünkbe vagy a táskánkba hordunk, legyen az tábla vagy okostelefon, azokban a korábbi kitalációk szinte mindegyike megtalálható valamilyen szinten. Tehát minden összekonvergált, nem hogy széttartottak volna a szaktetek, inkább összeolvadtak. Ezen belül persze azért vannak szereposztások nekünk informatikusoknak, az információ feldolgozás alapvetően a feladatunk, tehát nem a továbbítása, meg nem a szerzése, hanem alapvetően a feldolgozása. De ez szinte elválaszthatatlan sokszor most már a másik területektől. Úgyhogy az, hogy hogyan is alakult a dolog, nagyon nagy lépésekbe tudjuk csak megnézni. Néhány apró példát kiragadok, amelyek érdekesek. A kínaiak például, vagy Európában például úgy számoltak az ujjukon az emberek, hogy így a kezükön, egy kézen mutatták, hogy mennyit kell például fizetni a piacon. Az az érdekesség a történetnek, hogy így a kéz ujjainak a megfelelő hajlítgatásával, hogy mennyire hajtom be az egyik ujjamat, teljesen behajtom, vagy nem hajtom be teljesen, félig hajtom be, vagy teljesen behajtom, ezzel nem egyszerűen binárisan lehetett számolni, hanem sokkal nagyobb, tehát hogy három a számrendszerbe, vagy még nagyobba. Ebből adódóan egy kézbe 99-ig föl lehetett számolni. Ezért volt egy mondás, ami sokáig tartotta magát, hogy szerencsés az az ember, akinek két kézen kell mutatni a korát. Mert ha egy kézen nem tudta mutatni a korát, akkor elő kellett venni a másik kezét. Hát ennek a részleteiben nem bonyolódom most bele, hogy hogyan kellett ezt hajlítgatni. Lényeg az, hogy az ujjak hajlítgatásával, hogy behajlították teljesen, vagy nem hajlították be, ezzel lehetett kódolni a számokat. És nagyon praktikus volt, mert a piacon ránéztek a kezére, akkor nem kellett magyarázni, vagy hogy rosszul ejtettek ki a szót, akkor nem számított. Lehetett világosan tudni, hogy hányat mutat, 7-et vagy 77-et. Attól függően, hogy hogyan tartotta az ujjait. Világos, ugye? És ezzel föl lehetett számolni egészen sokig, hogyha a másik kezét is elővette. Tehát, hogyha a másik kezét is bevonta ebbe a számolásba. Ez a kézen való számolás segítés, ugye fejbe számolt az ember, ez egy segédeszköz volt. Egy számoló eszköz, nem gép messze, egy segédeszköz. Nagyon sokáig csak segédeszközeink voltak. Ugyanezt csinálták Kínába is, csak kicsit másként. Ott azt csinálták, hogy az ujjnak a különböző ujjpercei, tehát itt a közepén és itt a végén, azok jelentették a helyi értékeket, pontosabban az ujjak a helyi értékeket, és az, hogy hova érintette a hüvelyk ujját, az pedig mutatta a számot. Talán látszik hátról, és ha nem, akkor ne elmondom, miről van szó. Tehát az van, hogy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tehát attól függően, hogy hova érintette a hüvelyk ujját az ujján, attól függően azon a helyi értéken, mondjuk az egyesek helyi értékén, az az érintés az annyi számot ért.
Nyilván itt bejött még az időtényező is, mert figyelni kellett, hogy hova nyúlogat. Tehát oda nyúlt az ujjához, akkor az azt jelentett, ide nyúlt a közepéhez, az azt jelentett, hogy 5. Tehát ez az 5. Ez meg itt mellette a 2. Tehát a szélére nyúlt ez a 2 volt, a közepére nyúlt ez meg az 5 volt. Ha bal oldalára nyúlt az egésznek, az pedig a 8. És utána fogta az ujjával a másik kezét, és megmutatta, hogy a 10-esnél hogy vannak a számok. És így tovább. Világos, ugye? Nagyon sokáig fönntartotta magát ez a számolási módszer. Mostanra elmúlt. Mostanra már csak az ember ilyen nagyon egyszerű módon számolgat a kezével, hogy mutatja, hogy 5 vagy 2. Szeretném fölvenni a figyelmet, hogy érdemes odafigyelni, hogy ez nagyon eltér most is a világba. Ugyanis ez például egy mostani ázsiai úti könyvből szedtem ki, mint segédeszközt, hogyha az ember mutogatja a piacon, hogy mi hányat akar, akkor érdemes odafigyelni, mert így vannak a számok. Tehát nem ez az egy, hanem ez az egy. 2, 3, 4 és így tovább. Ami jelentősen eltér attól, mint ahogy mi megszoktuk. Tehát érdemes erre odafigyelni. Ez is egy számolás segítőeszköz az ujjak mutogatásával. És nem csak az európai és kínai van, hanem van még emellette jó néhány más is, úgyhogy mindig a helytől függ, hogy amit mutogat valaki, az hányat jelent, milyen számot jelent. A következő érdekesség, amit szeretnék itt nagyon röviden felemlíteni, az az, hogy ha már az új nem volt elég, és mellesleg sokáig ott kellett tartani, mert lassan fizetett az illető, lassan adta oda az ellentárgyat, hát akkor jó, hogy ezt valahol tartósan tudták mutatni. Erre találták ki, több ezer évvel ezelőtt, az úgynevezett porba húzogatható számoló eszközt, aminek az volt a neve, hogy abakusz. A név is innen származik, mert az abak az port jelent egy régi nyelven, és a porba tett először kavicsokkal, aztán utána egyre bonyolultabb eszközökkel jelezték azt, hogy hányat, mennyit kéne fizetni. Itt megint helyi értékek vannak, egyesek, tízesek, százasok és így tovább, és attól függően, hogy hova tesszük a golyókat, először kavicsokat, később golyókat, aztán utána még később pedig ilyen kis bronz karikákat, hogy ne lehessen elveszíteni őket. Ezzel lehetett jelezni azt, hogy éppen mennyi számot akarnak kifejezni, és ne kelljen fejbe tartani, hanem rögzítse maga az eszköz. Miért nem írták fel papírra, mert nem találták ki a papírt, még sokkal később csak. Meg drága is lett volna, hogyha valamire bőrre fölírják. A legegyszerűbb volt, először a ilyen kis vályukba írták föl, aztán később pedig külön golyókat csináltak ehhez. Érdekességképpen szeretném itt is megjegyezni, hogy az az abakusz, az egy fontos eszközt használt még pluszba, ezeket a golyócskákat, amiket ide ráraktak. Ezt a golyócskát a kezdet-kezdetén mészkőből csinálták, ma az volt könnyű csiszolni. Gránitból nehéz lett volna csiszolni, ezért mészkőből csinálták. A mészkőnek valamilyen kémiai régi neve az, hogy kalkul, valamilyen kálcium valami. És ebből jött a név, az, amit most is használunk, hogy kalkulus. Tehát ezek a kis valamik voltak a kalkulusok. Itt ezek a kis valamik. Természetszerűleg. Van szerencsémnek megmutatni egy valószínűleg eredeti kalkulust, kb. 2000 éves lehet. Ez egy ilyen. Tehát ezt a kis valamit, ezt tologatták ott azokba a vályukba. Persze nagy baja volt ennek, hogy ezt el lehetett veszíteni. Ugye? Ezért kellett másikat szerezni, vagy másikat csiszolni, hogyha éppen kellett valakinek kalkulus. Hát innen indult a történet, aztán utána ez sok száz éven keresztül fönnmaradt. Ezek voltak az európai golyósabakuszok, ezek voltak a szlávabakuszok. Érdekes módon a szlávabakusz egész a mai napig fönnmaradt. Érdekes oka annak, hogy jó nagy méretben elkészítették, és a piacokon és a boltokban még most is használják. Miért? Mert nagyon könnyű kifejezni vele azt a számot, amit szeretnénk megmutatni. Hogyha itt van egy ilyen szlávabakusz, egy boltokban használatos, általánosan használatos eszköz még most is, akkor ez úgy néz ki, hogy így kihúzzák ebbe az irányba, így leteszik, és akkor attól függően, hogy hányat akarnak mutatni, mondjuk ezek az egyesek, tízesek, százasok, ezesek, és így tovább, akkor ez így áthúzom, ez 3200, vagy nem, 325 mondjuk, 325. Különösebb magyarázat nélkül lehet látni, hogy ez mennyi, ez 325. Mondhatnánk, ezek meg a tizedesek itt alul, és ez meg a tizedes pont alatta, mondjuk. Bonyolultabb lehet, de most nem szeretnék ebbe belebonyolni. Lényeg az, hogy ezek a helyi értékek, és ezek az egy helyi értéken belül lévő számértékek. Ez meg a reszet hozzá. Az, hogy ilyennel most is lehet találkozni, az, ha egyszer olyan helyen járnak, akár Kelet-Európába, akkor találkozhatnak egy ilyen helyzettel. Rögtön ezt le kell kapcsoljam, ezt az erőszakos jelzést. Még előtte megmutatnám a
kínai abakuszt. Érdekes módon a kínai abakusznál a kultúra még pluszba beadott még egy plusz lépést ebbe, ugyanis a kínaiaknál a földnek és az égnek külön kiemelt jelentősége volt. Úgy gondolták, hogy egy vonalal elválasztják a kettőt. Ezt a vonalat nevezték számoló lécnek. És a számoló léc fölötti karikák, vagy kavicsok, vagy ilyen kis golyók, azok ötöt értek. Ami alatta volt, az meg egyet ért. És hogyha elhúzták ettől a számoló lésztől, akkor az volt a nulla, és ha közel húzták hozzá, akkor meg számított, és össze kellett számolni, hogy hány darab van belőle. Ami fölül volt, az ötöt ért, ami alatta volt, az meg egyet ért. Érdekes megjegyezni, hogy a kínaiaknál ezt úgy csinálták, hogy két golyó volt fölül, és összesen öt golyó volt alul. Hogyha ezt lehúzom ide a számoló léchez mind a kettőt, tehát két golyót fölülről, alulról meg a másik ötöt, az azt jelenti, hogy 15, meg két ötös fölül, meg öt darab alul, 15. Nullától 15-ig lehet felszámolni vele, a kínai abakusszal hexába lehet számolni. Tehát most, hogyha valakinek net maxkot, vagy nem tudom, mit kell számolni a hálózatoknál, akkor elővesz egy ilyen csoda kis zsebeszköz, mint ez. Ezt különben nem ezért csináltam, hanem ez egy komoly eszköz volt, 100 évvel ezelőtt, vagy még korábban csinálta valaki. Gyönyörű márvány talpa van, és komoly eszköz, számolásokra használta. Ez egy ilyen kínai fajta abakusz, ahol így széthúzogatva rajta a golyókat. Ez volt a teljes reset rajta, amikor így a számoló résztől elhúztam a golyókat. És amikor megközelítettem vele, akkor pedig jelentett valamit, és szintén helyi érték volt. Úgyhogy annyi helyi értéke lehetett vele számolni, mint amennyi ez. A japánokról hírhet, mi is úgy gondoljuk, vagy sokan úgy gondoljuk, hogy a japánok tudnak mindenen optimalizálni még. Óriási erőfeszítést tesznek abba, hogy amit már más egyszer kitalált, ezt még jobban megcsinálják. Nem szeretném sérteni őket, biztos ők is sok minden remek dolgot kitalálnak, de ez az egyik általános hiedelem, hogy a japánok azok optimalizálnak, tehát mindent még jobban megcsinálnak. Ez különben jellemző erre a japán fajta számoló eszközre is, az úgynevezett szorobára, aminek a jelentősége az lett, hogy hozzáidomították a tízes számrendszerhez, tehát levették a plusz egy golyót fölülről, meg a plusz golyót alulról, így egy helyértéken összesen 9-ig lehetett vele számolni. Nagyon kiváló eszköz, Magyarországon is több iskola típusban tanítják, mint segédeszközt. Azt mondják, hogy nagyban segíti az embereknek a szám kifejlődését, a szám gondolkodását. Megjegyzem érdekességképpen, hogy ez egy nemzeti sport ma is Japánban, úgy hívják, hogy anzán, és mellesleg fejbe játsszák. Ugyanis, hogyha valakinek elég jó a vizuális emlékezete, sokunknak jó tud lenni, aki elképzeli a fejébe, hogy hogy néz ki ez a szorobá, és hogyha azt mondják, hogy két számot össze kell adogatni, akkor először is fejbe összeadogatja, lehúzogatja a golyókat a megfelelő helyekre, és a másik számot pedig fejbe hozzáadogatja. És mit kell csinálni, csak utána meg kell, hogy is van ez, és akkor el kell olvasni. Kicsit hihetetlenek tűnik, de mindesetre nemzeti versenyeket tartanak, és az jött ki belőle, hogy nincs olyan számolóeszköz, bármilyen is ez. Most nem mondom, az érintőképernyős mobiltelefon, az hihetetlen lassú lenne, hanem egy jó billentyűzetes számológép, ahol esetleg az összes billentyű ki van téve külön, azzal lassabban lehet csinálni ezt, mint ahogy fejbe lehet az anzánnal számolni. Megdöbbentő. Még egy plusz megdöbbentőt ehhez hozzáteszek, mint egy kis kiegészítés. Egy kis fiatal hölgy, aki ebben a nemzeti bajnok volt egy ideig, az arról volt híres, hogy miközben ezt a Flash Anzán nevű játékot tudta csinálni rendkívül nagy hatékonysággal, gyorsabban, mint számológéppel bárki más, közt egy másik szókitaláló játékot is tudott játszani még. Tehát miközben erre figyelt, közben meg volt egy ilyen szókitaláló játék, hogy azt mondom, hogy sarló, és akkor sarlónak ó a vége, akkor az a következő szó mondjuk, hogy ócska. És akkor az ócskának az a vége, hogy a, és akkor azt mondom, hogy alma. Annak megint az a vége, hogy a, és így tovább. Ugye ismerős a játék, játszottunk ki a gyerekkoromban. Tehát miközben játszott ezt a Flash Anzánt így fejbe, még mellette másokkal megjátszott egy másik játékot. Miért tudta ezt csinálni? Érthető, és különben egy érdekes bepillantást nyerthetünk az idegrendszerű működésébe. Más területek végzik ezt a két munkát. Tehát azzal, hogy az egyik része, a számolási terület, vizuális kortex keményen dolgozott azért, hogy feldolgozza ezt a fejben elképzelt szorobános számolást,
mellette egy nyelvi terület, amit egészen máshol van, jó messze a látókérektől, hát az vidáman tud dolgozni, semmi baja nem volt annak, unatkozott volna. Így meg, hogy mondták neki, akkor szépen tudott megjátszni. Ugyanúgy a beszédképző is, megint egész máshol van. Beszédképzés nyugodtan ráért, nem kellett neki semmi más csinálnia. Miközben fejbe számolta a számolást, nyugodtan tudta mondani, hogy mennyi az eredmény, majd másik processzor dolgozott rajta. Világos, ugye? És ehhez a beszéd szókitaláló játékhoz nem kellett látás. Tehát ezt a füle működött, fülének máshol volt a processzora, beszédnek máshol volt a processzor, és mind. Tehát érdekes történet. Hát ez volt az egyik ilyen. Itt van az a kép, amit szerettem volna mutatni. 2002-ben a menzán fényképeztem Moldovába, ahol a hölgy először kitolta ilyen szerkezeten ezen a csotin az eredményt, és mivel manapság számladási kötelezettség van, beütötte a számoló szerkezetbe, és egy blokkot meg a kezembe adta. Kérdezhetnénk, miért nem ütötte be rögtön a számológébe, mert lassabb volt. Meg különben is ezt szokta meg, és hát itt mindenki látta nyelvi nehézségéknek, és hogy mennyit kell fizetni. 35-öt kell fizetni, ugye? Tehát ezt így letörlöm, és azt mondom, hogy 3 és 5, akkor 35-öt kell fizetnem. És nem kell nagyon magyarázni. Ha meg azon a gépen van, akkor oda kell menni a kijelzőhöz, megnézni, hogy látom-e a kijelzőjét, be kell hajolni, és akkor bonyolult. Világos, ugye? Egy különös érdekes dolgot szeretnék itt megemlíteni. Ennek van egy ilyen változata is, mint ez. Egy ilyen. Ennek az az érdekessége, hogy sok száz évvel ezelőtt egy Gerbert Aurillac nevű matematikus találta ezt ki, ami azért nagyszerű ötlet volt annak idején, mert teljesen egyértelművé tette a helyzetet. Ennél a másik fajtánál az, hogy hol áll egy golyó, az azért bizonytalan lehet. Most ezek hol állnak? Ott vannak, vagy nincsenek ott? Ezzel lehetne vitatkozni. Ezt így áthozom, ezen nincs vitatkozás, mert az ott van. Az egyik nagy ötlet ennek a Gerbert Aurillacnak ez volt, a másik nagy ötlete pedig a nullának a bevezetése. Sokan gondolkoztak rajta, meg sokan is írtak róla, de nagyjából az a vélemény a tudományban, hogy a nulla részben az ő nevéhez köthető. Többek között azért is, mert nagy hatású ember lett, nagy hatás abban jelent meg, hogy ő lett a második Szilveszter pápa, mellesleg ő adta nekünk a koronát. Tehát az István királyunknak ő küldte a koronát, mellesleg ilyen matematikai dolgokkal is foglalkozott, nem is keveset. Következő sok évszázadon keresztül dominál számoló megoldás volt azt, hogy nem a ilyen eszközöket használtak, hanem az asztalra fölhúztak vonalakat, vagy pedig kiterítettek egy ilyen csikos anyagot, mint ez. Ezt így kiterítették az asztalra, készen volt a számológép. Ugyanis azt mondták, hogy ezek a helyi értékek, egyesek, tízesek, százasok, ezesek, így tovább, és a megfelelő pénzt elővették a zsebükből, ha volt náluk megfelelő pénz, és ezeket a pénzeket egyszerűen ezekre az eszközökre így rárakosgatták, így. Így. Ha azt a logikát követtük volna, akkor csak a vonalakra lehet rakosgatni, mert hát ott volt hely. Vájadban volt a kavicsnak helye, vagy a vonalon volt a helye a golyónak. Itt a kettő közé is lehetett tenni pontokat, hogy hasznos volt a dolog. Ha az rajta volt, az egyetért, ha itt közötte volt, az meg ötöt. Ez meg tizet, hogyha ezek az egyesek és a tízesek. Ezt olyan jól csinálták, hogy szinte már dobni lehetett, innen származik a zseton szó, mert a franciában a dobni az azt jelenti, hogy zseton, és így dobták oda rá. És hát ilyenekkel dolgoztak. Mint talán tudják, mániás gyűjtő vagyok, összegyűjtöttem az elmúlt évszázadokból egy csomó ilyen zsetont, sokra rá van írva, hogy counter, rá van angolul nyomtatva, hogy counter, vagy rá van nyomtatva, hogy zseton, vagy rá van nyomtatva németül, hogy Rechnenpfennig, hogy számoló pénz. Érdekesség. Ezek így néztek ki. Így lehetett velük számolni. Egyesek, tízesek, százasok. Tehát, hogyha ki akarom fejezni azt, hogy 1293, akkor az 1200, ugye ez az 50, ez meg a 40, tehát 93. Ilyen egyszerű. Évszázadokon keresztül ez volt a domináns eszköz. Rendkívül sok elterjedt helyen ezt használták mindenütt a boltokba. Innen jött a szó, hogy az asztalnak a neve az angol területen nem table, hanem counter. Tehát az asztal az a counter. Azért counter,
mert azon lehetett számolni. Arra volt föltéve ez a számoló valami, ez a vonalak, vagy föl volt vonalak, vagy rá volt téve egy olyan anyag, és azzal lehetett számolni. Ugye tanult mindenki angolul, zömbéknek van nyelvvizsgája, ezért jól tudják, hogy az asztal a boltban az nem table, hanem counter, ezért counter, innen származik. Itt vannak ezek a pénzek. A következő rendkívül érdekes dolog, amit szeretnék itt megemlíteni, az az, hogy egészen az előttünk levő generáció, tehát a szüleinkig bezárólag, vagy az önök szüleikig bezárólag pontosabban. Volt egy nagyon domináns, elterjedt számolóeszköz, ami messze lesöpört mindent. Ez volt a logarléc. A mérnöki szakma alapvető szimbóluma. Ez olyan volt, mint az orvosoknál fonendoszkóp. Egy orvos, hogyha akarja mutatni, hogy orvos a kórházba, akkor fölteszi a nyakába a fonendoszkópot, innen lehet tudni, hogy nem nővér, meg betegápoló, hanem ő az orvos. Ugyanez volt a mérnök szakmában, aki mérnök volt, az magával vitte a logarlécét. Ott állt a zsebébe, vagy ott vitte a kezébe. Mániás mérnökök állandóan maguknál hordták a logarlécet, ugyanis azzal lehetett mindent számolni. Kiváló eszköz volt, olyan értelemben, hogy a nagyságrendet kellett megbecsülni, most már tudjuk, mi az, hogy normalizálás. Normalizálni kellett a számokat 1 és 10 közé, és össze ezt megtettük, akkor ez a lépés után ez az eszköz segítette a szorzást, szöggyökvonást, trigonometriát, logaritmust, minden mást kivéve az összeadás kivonást. Összeadni, kivonni tudunk viszonylag jól, de ezeket a bonyolultabbnak tűnő lépéseket fejben nem lehet elvégezni. Papíron rendkívül nehézkes, a logaritmus pedig nagyon segítette ezt. Ezért azt lehet mondani, hogy nagyjából 100 éven keresztül, nagyjából kicsit kevesebb, mint 100 évig, ez az eszköz volt a messze meghatározó minden szakmában, minden mérnöki szakmában. Bármilyen mérnök, akinek számolni kellett, logarlécet vitte magánál. Aki nagyon mániás volt, az ilyen nagy logarlécet vitt magával, mint ez. Ekkorát. Ugyanis ez egy analóg számolóeszköz, az analogitásnál pedig tudjuk, hogy a számolás pontossága az attól függ, hogy a számokat milyen pontosan ábrázoljuk. És mivel itt a vonalkák jelentették a számokat, hogyha nagyobb volt az eszköz, pontosabban lehetett vele számolni. Ha kisebb volt, akkor meg kevésbé pontosan. Itt a kevésbé és a nagyon az néhány tizedest jelentett legfeljebb, tehát nem 6-8 tizedest, tehát logarléca nem lehetett csinálni, egy kivételt arra most nem beszélnék. Alapvetően néhány 2-3 tizedesig lehetett maximum számolni pontossággal logarléca. De ez azt jelentette, hogy a mérnöki munka legnagyobb részében ez bőven elég volt. Egy Otto von Braun nevű híres német származású, aztán később amerikai kutató, aki a FAU rakétákat csinálta, később pedig az Apollo programot vezette, ő egy ilyen logarlécszel, mint ez pont. Egy pont ilyennel számolt, amikor ő kiment Amerikába második világháború után, és megkapta a lehetőségét, hogy az Apollo programban, mint aktív kutató vegyen részt, akkor vitte magával a logarlécet, és ilyet használt pontosan. És azt mondta, nem is kell neki más, amit ezzel nem tud kiszámolni, az nem fontos. És sok szempontból igaza volt, mert hát ezzel a fontos dolgokat ki lehetett számolni, a precízeket nem. Na hát innen történt a történet, és akkor röviden ezt befejezve, aztán rögtön szünetet is tartunk. Ez nagyjából ott ért véget, hogy aki annyira mániás volt, a zsebébe hordta, vagy hogyha nagyon fontos volt, hogy jó hatékonyan tudjon számolni, akkor egy kicsit nagyobbat, mint ez, ezt vissza magával. Például a repülősök, a pilóták, ez egy kimondottan pilótáknak kifejlesztett számolóeszköz. A legtöbb számolási paraméter, célsebességeket, nyomásokat, egyebeket lehetett számolni rendkívül hatékonyan. Így elővette szépen a repülőn, beállította a megfelelő paramétert, és már is tudta, hogy mi az eredmény. Még most is hatékonyabb sokszor, mint hogy a kalkulátorba kezdené belepötyögni. Úgyhogy megdöbbentő, de ma is gyártanak repülőknek, persze nem az utasszállító meg a vadászpilótáknak, hanem a hobbi repülőknek ilyen segédeszközt, ahol szinte úgy, hogy unplugged módon lehet repülni, megnézi ezeket a dolgokat, és ez alapján tud tovább haladni. Na, nagyjából itt szeretném ezt befejezni, ez a vicc, amit az előbb is megmutattam. És hát most kezdődik a mágikus világ, de ahhoz, hogy ezt elkezdjük, inkább először tartsunk egy 10 perc szünetet, és nem fogunk beleragadni a mechanikába, azt ígérem, hanem eljutunk a mai korig. Úgyhogy 10 perc szünet, és utána folytatunk.